karácsony tördemici templomban 2015. augusztus 3-a óta emléktábla várja a látogatókat. Bódi Mária Magdolnára emlékeztek ismét a Veszprémi Főegyházmegyében. A sikeres áprilisi zarándokút után ismét 70 év 70 kilométer elnevezéssel kerékpáros zarándoklatra hívta a Szaléziánum és Széchy Ferenc Balaton Fűzfői Litéri plébános a vállalkozó kedvű zarándokokat. A zarándoklat előestéjén dr. Márfi Gyula érsek mutatott be szentmisét a Badacsony tördemici templomban. Ebben a templomban keresztelték meg Magdit 1921. augusztus 15-én, Nagy Boldogasszony ünnepén. Bódi Magdit az Úr Jézusnak a tanulja egész életében és a halálában is. Boldog hatodik Pál pápa mondta azt, hogy a világnak nem annyira tanítókra, inkább tanúkra van szükségünk. Persze tanítókra is szükség van, de olyanokra, hogy csak tanítanak is maguk, nem teszik azt, amit tanítanak, azoknak a tanítása nem is. Bódi Magdit tanított is. Annak ellenére, hogy én elvégezhet egy középiskolát, meg egyetemet, de azért amit tudott, azt elvégezte általános iskola után magának a polgári iskolát is, vezetőképző tanfolyamot is végzett. És kisgyerekekkel is, meg munkásságokkal is foglalkozott, és őket tanította. De a tanítása azzal vált hitelesség, hogy ő azt mondja, is élt. Nagyon sokat imádkozott, bőrölt, vezetett, villasztott. Rendszeresen járt szentmisére, szentáldozásig járult, nagyon sokat dolgozott, pontos volt, soha nem késett el a munkahelyéről, és kisgyerekeket segített, és szegény kisgyerekeket például gyűjtött pénzt. Már itt Köveskárban tudom, gyűjtött pénzt neki, hogy egy melegruhát készítessen számára. Idős embereket látogatott és azoknak segített, takarított, bevásárolt, de tényleg ilyesmit csinált. Szóval mindent, ami jó, amit megtett, azt megtette. Tanulja volt a szerető szívű Krisztusnak. Hát imádkozunk azért, hogy mi is. Talán mondhatjuk azt, hogy ő közbenjárását is kérhetjük. Kérjük, hogy mi is tudjunk Krisztusnak tanulni lenni, ha nem is az ért tanulni, mint ő, de legalább tanulni. Akik el tudjuk mindig mondani, és majd halálunk óráján is, amit ő mondott utolsó szavaként, Uram királyunk, védj magadhoz. A szentmise végén a főpásztor megáldotta az emléktáblát. Az augusztusi túra létrejöttében nagy szerepe volt Volmuth Péter Badacsony tördemici polgármesternek, aki az áprilisi zarándoklat után úgy gondolta, hogy Badacsony tördemicnek is meg kell emlékeznie Magdiról, aki itt lett megkeresztelve. Én azt gondolom, nagyon fontos számunkra, hogy emlékezzünk. Egyrészt sokáig tévúton voltak az emberek, mert úgy gondolták, hogy amikor a háború vége felé közeledik, akkor nem történnek dolgok. Sajnos itt a Bódi Mária Magdolna példája, akit március 23-án kegyetlenül megölnek, és én azért örültem, hogy előkerült ez a téma, mert az embereket emlékeztetni kell. Nagyon fontos dolog, hogy emlékezzünk ezekre a dolgokra, ráadásul egy olyan emberről van szó, akinek volt szerencsém betekinteni akár a keresztelevelébe, akár a anyakönyvi dolgába, és látszik, hogy egy olyan család, akik nagyon megküzdöttek a létér, az életér, és az ifjú hölgy, komolyan mondom, hogy példaméltóan teljesített. Ismerem elég jól a Szigliget Tördemic Baracsonynak a történetét, és még ez igazol engem ebbe a történésbe. Meg kell említenem, hogy a 4 napra rá a mi főjegyzőken dr. Péter Sándor hasonlóképpen jár. Tehát kell figyelmeztetni az embereket, hogy az erőszak, a verés, a brutalitás nem vezet semmire se, és aki bejön ide, az gondolkodjon azon, hogy miért fontos az, hogy higgyen az ember valamibe, és hinni kell, és azt hiszem, hogy a Bódi Mária Magdolna hite, ez talán egy kicsit
ekkora kis tanításképp előre viszi az embereket. Én úgy gondolom, hogy talán lehetne ezt Magdolna naphoz igazítani, mert Magdolna volt az ő neve, úgy tudom, hogy a Mária a védőszentjének a neve, és azt gondolom, hogy egyrészt, ha belevonunk több embert, és a mai példa bizonyította, hogy sok embernek igazán az emlékezetében fog maradni a Bódi Mária Magdolna, talán jó példát mutatnunk olyan embereknek, akik most kezdik az életet, vagy éppen a életük közepén vagy vége felé vannak, akkor is tudnak az emberek mindig változni. Én ezt hiszem, én már elég idős vagyok ahhoz, hogy tudom, hogy állandó elege lehet változni, és a változások mindig jót tesznek az embereknek. Gratulálok egyébként a kezdeményezéshez, aminek nem én voltam, én csak a folytatója voltam, és higgyék el, én jövőre megpróbálom végigkerekezni ezt a, és erre megpróbáljuk ezt többször megcsinálni, jövőre én is megpróbálok végigkerekezni ezen az úton, amit a kerékpárosok végigcsinálnak, az emléktúrán. Augusztus 4-én reggel indultak útnak a zarándokok Badacsony-Tördemicről. Köveskál volt az első állomás, ahol Magdi gyermekkorát töltötte. A zarándokok az út lelki vezetőjével, Juhász Gábor atyával együtt imádkoztak a köveskáli templomban. Majd megkoszorúzták a volt iskola falán elhelyezett emléktáblát Magdi emlékére. Juhász Gábor atyát, a zarándoklat lelki vezetőjét kérdeztük. Az első zarándoklat óta én is többet olvastam róla. És amit az első prédikáción mondtam, még Tördemicen, nagyon fontosak a helyi szentek, mert őket jobban ismerték az emberek, és jobban tudnak kötődni hozzájuk. Ezek ilyen új gondolatok, amiket az előzőhöz képest úgy az ember összehet magában. Másrészt pedig az ismétléssel a gondolatok elmélyülnek az emberben, az érzelmek, gondolatok, és jobban tudja átérezni, követni az adott példát, meg el is mondani a többieknek, másoknak, képviselni azt, szemlélni az ideákat, ahogy itt is mondtam most egy rövid prédikációban, szemlélni az ideákat, az több, mint fogalmilag megtanulni. A fogalmiság jó, ha utána megy, de sosem annyi, mint a szemlélés. Ezért ebből a szempontból valóban el kell ismerjük, hogy a példának a szépsége, a megjelenés szempontjából ez rettenetesen fontos. A szép. Ahogy a Szent Ágoston annyira hangsúlyozza, és Szent Tamás nincs ellene ennek a megragadásnak. Tehát, hogy szépen bemutatni az Anya Szent Egyház példáit, a tanítását, ahogy ezt a barokk is megteszi, melyben a dogmák lángolni kezdenek, ahogy ezt Ratzinger mondja, 16. Benedek pápa. Ugyanilyen az ő életük, ezeknek a szenteknek az élete, mint Bódi Mária Magdolna élete. Nagyon jó volt tegnap az érsek atyának ez a beszéde, hogy keveset élt, de annyi mindent tett, hogy annyi példát mutatott, hogy azzal nagyon-nagyon sok embernek tett szolgálatot, és erősítette meg az életét. Tehát ez egy nagyon-nagyon klassz dolog. Ezt hangsúlyozni kell, ki kell emelni, főleg így most itt vagyok kisgyerekekkel, a gyerekek, kisgyerekek, tinédzserek, na. Tehát így még fontosabban és még jobban kijön ez az egész jelentés. Már a táborban foglalkoztunk vele, kicsit felolvastam a Bódi Mária Magdolna életéből, felolvastam nekik, és még föl fog nekik olvasni, hogy lássák meg ezeket a példákat. Főleg ez, hogy a gyár kapui között szentnek lenni, megszentelődni, valóban egy hiteles keresztény életet élni. Ez nem ideális körülmények kellenek, és nem Samsung S6-os szuper mobiltelefon, nem. Ezt mobiltelefon nélkül is meg lehet csinálni, csak egy józan, kiegyensúlyozott, átgondolt életet kell élni. És persze imádkozni ezerrel, hisz a természet feletti nélkül nem működik. A tábla megkoszorozása után az zarándokokat kérdeztük, hogy miért vágtak bele a 70 kilométerbe. Szerettem volna már a tavaszi túrán is zarándoklaton részt venni. Szívem középpontja a zarándok út, a zarándoklás, a zarándoklatnak a megélése. Azon a túrán, azon a zarándoklaton sajnos nem tudtam részt venni munkahelyi elfoglaltságom miatt. Most viszont éppen úgy adódott, hogy nyári szabadságon vagyok, úgyhogy isteni kegyelem dolgozott, és fiammal együtt részt vehetek ezen a zarándoklaton.
Azért tartottam fontosnak ezen a zarándoklaton részt venni, mert számomra Bódi Mária Magdolna egy rendkívül hiteles mai keresztény. Pontosan az, azon keresztül válik hitelessé, hogy nem a nagy teológiai tudása az, ami meghatározó, nem a hihetetlen nagy teológiai ismeretei azok, amik őt előre vitték, hanem a szív egyszerűségében megélt hite. És ez a szív egyszerűségében megélt hit nem csak hogy tanúságtevő hit volt, hanem másokat is meg tudott érinteni, másokat is meg tudott szólítani. És én azt gondolom, hogy erre van szüksége a mai keresztényeknek is. Ugye a mai zarándoklaton pedig azért is fontosnak tartottam részt venni, mert ennek a zarándoklatnak is hihetetlen tanúságtevő ereje van. Tehát az, hogy a balatonfelvidéki emberek, a balatonfelvidéken nyaralók azt látják, hogy egy tömegben 30-40 ember kerékpározik, és időről időre megállnak, imádkoznak, énekelnek, ezt látják az emberek, ez meg kell, hogy érintse őket, ez el kell, hogy gondolkoztassa őket azon, hogy honnan jövünk és hová tartunk. És nagyon hálás vagyok azért, hogy itt lehetek. Nagyon hálás vagyok a Gábor atyának, és nagyon hálás vagyok az Arándok csapatnak. Igazából én litéri lakos vagyok, és korábban ismerkedtem meg a Bódi Mária történetével. Már annak idején Szécsi atyával beszéltünk róla, hogy valahogy kifejezésre kell eljuttatni Bódi Máriának a nagyságát, és ezt úgy tudtuk megoldani, hogy ő említette a 70. évfordulót, és ennek fejében ez a bicikli zarándoklat megszületett. Én nagy örömmel vettem részt már az első alkalommal is áprilisban, amikor konkrétan a Bódi Mária Magdolna évfordulója volt, és most is boldogan veszek részt. Én úgy érzem, hogy ez egy üzenet a fiataloknak, és azért is bicikli zarándoklat ez, hogy a fiatalokat is be tudjuk vonni. Remélem egyre többen leszünk, mint ahogy most mai példa is mutatja, hogy most már jóval többen vagyunk, mint az első alkalommal. Ő ezt a nagyságát is kifejezi szerintem annak, és az is, hogy most már a Bódi Mária ismerete az el fog terjedni véleményem szerint az egész országban, hiszen most már olyan rendezvényekkel és olyan színvonalas zarándoklatot tudtak itt szervezni a szervezők, ami minden embernek megdobogtatja a szívét ezekkel az apró állomásokkal, a Mária Magdolna élete során történt eseményekkel, beiktatva és megfelelő vezetővel, mint Gábor atya, aki számomra egy hatalmas nagy öröm is, és csak példaként tekinthetek rá, ahogy ezt ő tudja vezetni a legidősebb emberektől a legfiatalabbakig, mert hogyha itt körülnézünk, akkor itt vannak fiatalok is, és idősebbek is. Igazából apukám javaslatára jöttem én is el, hiszen ő is áprilisban teljesítette ezt a túrát, és csak csupa jót tudott mondani róla, és nekem is megtetszett a gondolat. Kihívásnak gondoltam, hogy akkor járjuk végig a Bódi Magninak az életútjának a fontosabb eseményeit, és gondoltam, hogy ezzel én is adakozhatok az ő emlékének, hogy teljesítem a távot. Mit jelent egy litéri fiatalembernek Bódi Magdi emléke? Igazából hát mindenkinek példa lehet az ő rövid, bár vértanú halált halt élete, tehát ez nagyon fontos, úgy gondolom a mai kornak fiataljai számára is, hogy valaki így elköteleződik az ő istene, az ő atya felé, és ő teljesen az egész életét odaadta neki. Igazából még a rövid élete alatt is ilyen sokat meg tudott tenni, hogy már fiatal korában elvesztette az életét, de ezt is feláldozta ugye az atya számára. Tehát ez egy, úgy gondolom, hogy becsülendő és mindenképpen tisztelendő példa. Mikor találkoztál először a Magdi történetével, tehát így gyerekkorodtól kezdve, vagy ez így később alakult ki az ő veled való találkozás? Igazából néhány évvel ezelőtt, amikor a templomon elkezdtünk így vasárnaponként imádkozni az ő emlékére, akkor találkoztam én is először a személyével, hiszen nem is vagyok tőzsgyekeres litéri, de onnantól kezdve én is utána olvastam így az élet történetének, és számomra is így példává vált, és a falu egy fő személyiségeként. Úgy gondolom, hogy rá mindenképpen emlékezni kell, amikor csak alkalom nyílik rá. És mit gondolsz erről az Arándok útról, ami majd történt egyáltalán, milyen élmény volt, és jövőre is csatlakozol el hozzájuk?
igen, egy nagy élmény volt, én biztos vagyok benne, hogyha jövőre is van lehetőségem, akkor újra el fogok jönni. Igazából teljesen más így közösségben tekerni, és hogyha van egy cél, amiért ugye az emlék, a Bódi Magdi emlékére, hogyha van egy ilyen cél, amivel nekivágunk a túrának, akkor mindenképpen könnyebb teljesíteni, és így megélni ezt a kihívást. Úgyhogy gondolom, hogy másokat biciklizem magam is, vagy csak családi körben így egész más volt ezt az utat teljesítenünk. A Balatonfüzfői gyár melletti emléktáblánál Marton Béla, a Balatonfüzfő polgármestere is köszöntötte a zarándokokat. Elmondta, hogy ezt az útszakaszt Bódi Magdiról nevezték el. Hamarosan a tábla megáldására is sor kerül. Ezután koszorút helyeztek el Magdi emléktáblájánál, a Nitrokémia ZRT bejáratánál. A zarándoklat lezárásaként pedig a gyártelepi Szent László templomban vettek részt szentmisén és adtak hálát az út kegyelméért. Szécsi Ferenc balatonfüzfői plébánost az elmúlt két nap eseményeiről kérdeztük. Hát az egész zarándoklat egy csodálatos dolog volt, amennyire bele tudtam kapcsolódni. Tegnap este is az érseki szentmise egy felemelő érzés volt. Önmagában az, hogy sikerült megörökíteni Magdi életnek legfontosabb eseményeit. És talán ezzel nem is kicsi lépést tettünk előre, hogy a ismeretlenségből ismerté tegyük őt. Hiszen ez egy nagyon fontos dolog, hogy akit mi becsülünk, akinek a példáját követni akarjuk, azt felmutassuk másoknak is. És ez nem öntetszelgés, vagy hogy mondjam, tehát ilyen, mint amit a mai világ csinál, sztárolás, hanem ez egy nagyon fontos dolog. Hogy a hívek is, nem hívek is lássák a mi értékeinket, a igazi értékeket, amelyet az Úristen ad nekünk. Hát persze, hogy csodálatos, hogy most már a végén is itt állni. De az egész nap az volt, amennyire bele tudtam kapcsolódni a mai napba is, hiszen Köveskálon ott voltam a zarándokokkal. Hát utána oda kellett jönnöm, de most is örülök, hogy szinte a zarándok többsége itt van, meg a híveink közül, és azért többeket sikerült megszólítani, úgyhogy elfogadták az Úr hívását, és együtt adhatunk hálát ezért az ünnepért. Mik a további tervek? Jövőre is lesz kerékpártúra Magdi emlékére? Hát, ahogy a polgármester urakkal is beszélgettem, tehát mindenki föl van villanyozódva, én úgy érzem. Hát ezt még át kell gondolni, át kell beszélgetni. Én szeretném, hogyha ebből hagyomány lenne. Tehát mind a vértanúságához kapcsolódva, mind pedig a születéséhez, megkereszteléséhez kapcsolódva valóan egy ilyen kerékpáros zarándoklat. Hiszen látni azt, hogy ez nem így kényszerből jött össze. Tehát ezek a Úristen elindítója, mert hiába akar az ember valamit, hogyha az Úristen nem akarja. Hát ennyi lelkes ember, komolyan öröm volt ott lenni köztük, meg most is. Tehát én komolyan úgy éltem meg ezt az egészet, tehát ezek a gondolatok, hogy most legyen ez, legyen az, legyen amaz, és most visszatekintve a 10 évre, tehát az Úristen fölépítette az egészet. Tehát az nagyon jó is, hogy 10 évvel ezelőtt nem egy ilyen mega valamibe gondolkodunk, elkezdtük litéren, hogy ott legyen egy kis szobra, fát ültettünk még a Paskai Bíboros úrra, Seregélyesek úrra, Márfélyesek úrra, és hát utána szépen
minden évben megtartottuk a megemlékezéseket, abban is voltak kiemelkedőbb, amikor színdarab volt, kórusok jöttek, és hát szépen így jutottunk el a 70. évfordulóhoz, és most a tavasz is szerintem nagyon felemelő volt az egész 3 nap. De most ez a nyári, ez meg egy újdonság, ugye, mert eddig még erről nem emlékeztünk meg. Hát ez már ugye tavasszal a gondolat elindult, vagy a gondolkodás erről, hiszen a Badacsony Tördelmici polgármester úrnak nagyon megtetszett, hogy Szigliget már állított táblát Magdinak, hogy akkor ők is. És hát ez volt az első, után közben megszületett a döntés a utca elnevezéséről. Úgyhogy ezt is ide tudtuk. Hát utána vannak még elgondolások, hát ezt még majd meg kell valósítani. Biztos, hogy az Úristen segít bennünket, hogy... És ez tényleg úgy össze is van hangolva, hogy látom, hogy ebben az évben biztos kikerül Rómába az anyag. És ez így pont jó. Tehát hogy a kultusza is megerősödik, úgy haladunk a felé, hogy az anya szent egyház oltára emelje. Én bízok benne, hogy ez meg is fog történni.